Az iskolák és óvodák tornatermeibe október elejétől nem mehet az intézmény diákjain és nevelőin kívül senki, így az UTES sem tud kiszervezett délutáni foglalkozásokat tartani egyik újpesti oktatási intézményben sem. Az UTES szakosztálya közül majd mindegyiket érinti, tehát hogyha 19 szakosztályt végignéznénk, annak a 90%-a az újpesti iskolákba és óvodákba tartott foglalkozásokat. Menjünk a labdajátékoktól, tehát foci, röplabda, de a jégkorongra behoztuk őket, karate, judo, taekwondo, birkózás, box, vívás, triatlon, öttusa, tehát ezek mind-mind kint voltak az iskolákban. Jóformán mindegyik az UTE által oktatott sportág edzése kérdésessé vált. A kerület szerencsés abból a szempontból, hogy vannak olyan sporttelepek, ahová át lehet csoportosítani az órákat. A szakember úgy látja, a környező városrészekben egyáltalán nem ilyen egyszerű a megoldás. Rengeteg helyen maradnak el helyszín hiány a délutáni foglalkozások. Újpesten az elmúlt években is épültek új csarnokok, és most is átadás előtt áll egy. Itt ezek jelenthetnek megoldást. Fejlődnek az újpesti létesítmények, és így megbírjuk oldani azoknak a gyerekeknek az edzését, akikkel most az iskolában nem tudunk foglalkozni. Így például kibírunk jönni ide a Szilágyi útra, ahol már felépült egy új sportcsarnok, és a hátunk mögött látható sportcsarnok pedig hónapokon belül az önkormányzat az UTE, illetve a magyar állam finanszírozásában elkészül, és ezt is birtokba vehetik az újpesti diákok. Tahon Róbert úgy gondolja, a kerületben mindegyik szakág sportfoglalkozását meg tudják oldani ezzel a fajta kiszervezéssel. Sőt, a diákoknak kis buszokat biztosítanak, amik hozzák viszik őket az iskola és az edzések helyszínei között. Amint átadják az új csarnokot, oda is tudnak szervezni külön órákat, és ha minden jól megy, még idén birtokba vehetik az új termeket az ifjú sportolók.